Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Sziasztok, gyerekek! Ismét itt vagyok. Üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. Az elmúlt időkben el voltam tűnve. Ennek is megvan az oka. Előre jelzem, hogy ez ilyen dadogós, kómás, beszédhibás videó lesz. Megvágni nem fogom. Igazából ez egy olyan helyzetjelentő videó. A blogomra tettem ki egy új posztot a napokban, hogy mi volt velem az elmúlt fél évben, miért voltam eltűnve, úgyhogy ha érdekel, akkor menj fel a www.ibrofit.blog.hu-ra, és bár este 10 óra van, azért megpróbálok hangosan beszélni, mert sok visszajelzést kapok, hogy szar a hangminőség, ezért sorry gyerekek, majd ahogy lesz lehetőségem, beújítok egy mikrofont, na de... Gondoltam, hogy ilyen videóformában bejelentkezem hozzátok, hogy élek és virulok. Az elmúlt fél évben eléggé elment a motivációm az egész edzés dolgokkal kapcsolatos dolgokkal. Első beszédhiba pipa. De most visszatért a csirió a kis lelkembe, úgyhogy ismét itt vagyok. Amit leírtam a blogomba is, elkezdtem egy személyedzői iskolát, képzést. Elsősorban szeretném a tudásomat tágítani magam számára, illetve számotokra is, mert nyilván ezt a tudást szeretném továbbadni, ahogy az eddigi tudásaimat is. És így, hogy túl vagyok az első napon, nagyon pozitívak a visszajelzéseim. Az egész kapcsolatosan már az első nap rengeteg új dolgot tanultam, illetve ami számomra nagyon pozitív volt, hogy rengeteg megerősítést kaptam azokkal kapcsolatosan, amiben eddig én úgy hittem, de mondjuk nem tudtam a hátterét, hogy az miért van. Ez lehet akár anatómiai, edzés, technikai dolog, bármi, de rengeteg visszajelzést kaptam, így a suli által, hogy nem mondtam hülyeséget akár nektek itt a videóba, akár magam számára, és ez baromi jó érzés. Úgyhogy már ma rengeteg új dolgot tanultam. Holnap lesz még egy ilyen tanítási nap, úgyhogy kicsit leszívott ez a mai, de lassan pihenek is, hogy túléljem a holnapit. És most érzem először igazából azt, mert aki ismer, az tudja, hogy baromi lusta gyerek vagyok. Nem nagyon szeretek tanulni, de ma akárhányszor belekezdtünk a tanulásba, az órán, egyszerre pontosan oda tudtam figyelni, és rájöttem, mely érdekel a dolog. Úgyhogy ez is egy baromi jó érzés számomra, hogy ezt is csak így fejbe döntöm el, hogy nem tudok tanulni, meg társai. Közben igazából ez egy hiedelem, amit beszélek magamnak. És rengeteg ilyen van még biztos, amivel ugyanígy vagyok, de ez egy jó tanulság volt, hogy tényleg minden fejbe dől el. Úgyhogy hamarosan, ha minden jól megy, szeretnék egy teremmel együttműködni, ahol edzéseket is fogok tudni tartani, mert nagyon sokan ugye a munkahelyemről követtek be, akár itt YouTube-on, akár Instagramon, és többen is kérdeztétek, hogy van-e lehetőség közös edzésre. Terem hiányában egyelőre nincs, de rajta vagyok az ügyöm, hogy legyen, és ha ez megoldódik, akkor mindenképpen értesíteni foglak titeket itt YouTube-on, illetve Instagramon is, illetve Facebookon is, mert oda is szoktam mostanában posztolni. Így ezek tudatában reménykedem, hogy ez össze fog jönni, és akkor bele tudunk ebbe is vágni. Kérdeztetek étrend kapcsán, étrendet azt vállalok, a kamara.ibrahim1030@gmail.com e-mail címre, ha írtok, akkor ott tudunk egyeztetni, illetve edzésterv kapcsán is. Úgyhogy azokat tudok nektek készíteni, az nem probléma, de az edzéseket egyelőre nem tudom veletek vállalni. De ami késik, nem múlik. Úgyhogy most nagyon feldobott állapotban vagyok,
remélem nem tartom meg azt a jó szokásról az elején, minden energiámat beledarálom valamibe, aztán szépen megy lefele a lelkesedés, szépen megtartjuk az egyenes vonalat, és úgy haladunk előre. A videó célja másfelől az, hogy a blogomban is írtam, tettem egy fogadalmat, heti egy videót legalább posztolok, úgyhogy ez lesz a e heti videó. Holnap a tanfolyam után elmegyek edzeni öcsike haverommal, és csinálunk egy közös videót valószínűleg, amit majd föltöltök a jövő év folyamán, hogy mivel kapcsolatban, azt még megálmodom, de érkezni fog. Mára ennyi, ha bármi kérdésetek van, vagy óhaj, sóhaj, nyugodtan írjátok meg kommentbe. A szokásos már nem mondom, mert mindenki tudja, hogy kövessetek be Instagramon, mert oda is fogok posztolni. És pörgünk tovább ezerrel, úgyhogy a lényeg, visszatértem, jönnek a videók, jönnek a blogposztok, mert oda is heti egy alkalommal posztolni fogok. Ibru is back! Na jó éjszakát, szevasztok!